jöttünk ide, mert itt van jó kis terület, bár ahogy látom most egy kicsit göcsörtös, de az nem. A homok az nem baj, mert az nagyon jó lett. A gyerekek éppen üveggolyókkal játszanak az almavirág téren, csak úgy, mint régen a századforduló környékén, talán éppen ugyanitt az épülővekerlén az akkor élt kisgyerekek. Az egésznek az a célja igazából, hogy azon a helyen, ahol esetleg a hétköznapjainkban is sétálgatunk, meg itt élünk, azon a helyszín, arra a helyszínen egy kicsit nézzünk másképp. Vegyük észre a kis részleteket, az apróságokat, amiket lehet, hogyha éppen iskolába vagy óvodába megyünk, akkor nem is veszünk észre. A séta tulajdonképpen egy meseköré szövődik, amelyet Mayer Adél és Ciráki Melinda írt Vekiről, a sárkányról, a telep réges-régi lakójáról. Akkor élt ő itt, amikor még minden csupa homok volt. Az ő megtalálása a cél. A gyerekek 8-10 állomáson keresztül lépésről lépésre közelednek hozzá, aki levélben feladványokban segíti őket a kutatásban. Na figyelem! Most felkészültetek? Aki tudja, azt szeretném kérni, hogy ne kiabáljuk be rögtön, várjuk meg, hogy a többiek is meghallgathassák, jó? És utána, amikor vége van az állathangnak, akkor lehet mondani. Le is úgy van. Oké? Mehet? Figyelem. Fakopáncs, nagyon jó. És mit hallunk még? Kolibri. Kezdett kolibrissal, most nem írom Bekerlin. De ha egyszer látsz egyet, akkor szólj, mert akkor én is szeretném tudni, hogyha élnek. Micsoda, madarak, ugye sok-sok madár csicsergést hallottunk. Milyen értékeket, vagy mit lehet a történelemből, vagy a hagyományokból ebben a korban szánszándékkal átadni? Ugye az építészeti különlegességekre arra nagyon jól lehet reflektálni, egy-egy kis motívumra természetesen, nem kifejezetten arra, hogy most mikor épült, kiépítette, mert ez még azért sok, viszont arra, hogy mi a különleges, hogy milyen különleges díszek vannak esetleg a házakon, hogy milyen különleges motívumok, hogy hogyan épült a telep, az például már ebben a korban is akár a mai életünket egy kicsit így párhuzamba állítva a mai életünkkel, ez nagyon jól megragadható. Tehát akár a telepnek a létrejötte, hogy miért épült, aztán a természeti dolgok, tehát ugye a fák, ezek mind beleférhetnek már ennek a korosztálynak. Az interaktív játék megmozgatja a gyerekek és persze szüleik testét, szellemét, fantáziáját, érzelmeit. Ismeritek a csillagjegyeket? Nekem a hal. Te hal vagy? Igen. Horoszkóp. Nekem a hal a horoszkópom. Neked a hal? Nekem a nyilas. Tudja még valaki? Neked a nyilas? Valaki tudja még, hogy mi az ő horoszkópja? Hogy melyik? Hát képzeljétek el, hogy ugye amikor születünk, ahhoz kapcsolódik egy-egy ilyen szimbólum. Én is egyébként hal vagyok. Igen, képzeld el. És ezen a házon ott körbe, fönt a napocska körül a horoszkópnak a szimbólumaink vannak. Képzeljétek el! Úgyhogy a halat is, igen, nagyon ügyesen észrevettétek, meg a bikát is nagyon ügyesen észrevettétek. Te vetted én. Tessétek meg ezt a bébit. Jaj, ez ura! Hol? A bent van? Ott van egy koloszkóp. Igen, ott volt a koncert. Itt volt a koncert? Akkor bemegyünk megnézni? Én ezt nem látom, de... Hát én se, de a többiek azt mondják, nézzük meg. A sárkány már a Kóstéren várta a gyerekeket, az 1987. november 25-én emelt Kós Károly szobor lábánál. Hogy tetszett neked ez a mai séta? Nagyon tetszett, és nagyon érdekes volt, meg sok olyan új dolgot lehetett megtudni, például én nagyon sok dolgot nem tudtam. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor nekem is ez a horoszkópos, meg a lopakodós tetszett a legjobban, a másik, és nekem ezek tetszettek nagyon. Nagyon szépek voltak a házak, meg nagyon érdekes, furfangos dolgokat kellett megtalálnunk, de hát sikerült. És ilyennek képzelted Vekit, mint amilyennek itt most láttad? Hát nem annyira, mert én kicsit másnak, de... Milyennek képzelted? Ilyen nagyobb feje van, meg ilyen gömbölyű a feje, és akkor ilyen
Csúcsos farka van, és kisebbek a fogai, és nincs füle. Melyik feladat tetszett a legjobban esetleg? Hát, visszaemlékszel? Hát nekem, amikor például azt a napocskát meg kellett találni. Azt a napocskát, ami... Hát a horoszkópokat elsőre nem ismertem fel, de aztán jó volt. Nagyon tetszett. A népmesei figura egyébként a Kós Károlyt a munkássága során ért támadások legyőzését szimbolizálja. A szoborhoz vezető négy út pedig az irodalom, a tanítás, a művészet és a politika útjai, melyek jelképezik az egykori polihisztor tehetségét. A szobor Péterfi László alkotása.